Rangos eseménynek adott helyszínt ismét 2019. február 2-án a Sajóbábonyi Dériné Szabadidőközpont. A Sajóbábonyi Pálinka verseny imárom 15. alkalommal kerül megrendezésre, és ebben az évben minden eddigi rekordot megdöntöttek a nevezéseknek a darabszámai, tételszámai, hiszen több mint 300 pálinka tétel megmérettetésére kerül sor ezen a mai napon. 8 zsűri fogja végezni a tevékenységet, és a 8 alapzsűrit követően pedig a főzsűri elé kerülnek a legjobb pálinkák. Ebben az évben 4 pálinka lovagrend segíti a tevékenységet. A Bükki pálinka lovagrenden kívül jelen vannak képviselőikkel a Magyar pálinka lovagrend, a Jánsági pálinka lovagrend, a Magyar magánfőző pálinka lovagrendje is, és hát ezen túlmenően a Sajóbábony város által delegált zsűritagok is részt vesznek a zsűrizésben, akiknek jelentős része nagy tapasztalatokkal bír már az elmúlt évek pálinka versenyei alapján. Érdemes még elmondani a versenyről, hogy évről évre egyre színvonalasabb pálinkák kerülnek a zsűrik elé, és ebben az évben is gyarapodott a úgymond idegen légiós területekről érkező pálinkáknak a mennyisége, volumene. Érkeztek pálinkák többek között a Bánságból, a Kárpátaljáról, valamint a Felvidékről is. Újdonság ebben az évben, hogy elég sok tétel érkezett posta, illetve futárúton, amit a korábbi években kevésbé használtak ki a nevezők, de ebben az évben úgy láttam, hogy ez az úgymond korszerűnek nevezhető nevezési módszer is bejött a nevezők szokásai közé. A pálinka tételeket ugye meg kell nevezni, hogy milyen pálinkával nevez a versenyző, illetve hogy ágyas pálinkáról van szó. Ha ágyas pálinka, akkor az egy aszalványon van ágyazva, vagy friss gyümölcsön, illetve ugye fel kell tüntetni a címkén, amit nevez az illető személy, hogy hány fokos a pálinkája, mekkora az alkoholtartalma, milyen évjáratú, és egyéb szükséges információkat. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi évhez hasonló mértékben neveztek a sajóbábonyi helyi lakosok is a pálinka termékeikkel, és meggyőződésem az, hogy nagyon kiváló pálinkák is a zsűri elé kerülnek ezek közül. A megnyitó ceremónián felsorakozott pálinka lovagrendek képviselőjének gyűrűjében először a házigazda Dériné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár igazgatója Orbán Zsolt köszöntötte a megjelenteket, majd méltatta a verseny színvonalát. Mint házigazdák egyik megfelelő rendkívüli hírrel kezdjem ezt a felvezetést. A 15. Sajóbábonyi pálinka versenyre több mint 300 nevezés érkezett. Ez minden eddigi rekordot magasan megdöntött itt Sajóbábonyban, és ez teljes egészében arra utal, hogy ez a pálinka verseny a térség egyik legszínvonalasabb versenye, ahol a nagyon komoly pálinkafőzők, valamint pálinkaházak is megmérítették magukat. Dr. Szilva István, Sajóbábony polgármestere vette át ezután a szót. Úgy láttam, hogy itt a bejelentés alkalmával mindenkinek megkönnyebbülést véltem észrevenni az arcán. Ma se fogunk unatkozni, hál' Istennek. Úgyhogy remélem, hogy senki nem tervezett a mai napra egyéb programot, hiszen szerintem egy hosszú, tartalmas napot fogunk tudni eltölteni együtt. Én szívből örülök ennek, hogy ilyen szép számú nevezés jött össze, és bízom abban, hogy tudjuk tartani azt a tendenciát is, ami évről évre jellemzi ezt a versenyt, hogy egyre több kiváló minőségű párlatot, pálinkát tud a zsűri értékelni. Én kívánom mindenkinek azt, hogy kellemes napot tudjon itt eltölteni, csodálatos élményekkel gazdagodjon, és hát a nevezőknek pedig azt, hogy nagyon értékes díjazásban részesüljenek. További szép napot kívánok, jó szórakozást mindenkinek! Orosz János, a Bükki Pálinka lovagrend nagymestere, a zsűrik elnöke kapott szót mindezek után, aki szintén köszöntötte a megjelenteket, majd beszélt a verseny rangjáról. És mivel 300 minta fölött vagyunk, így regionális verseny lehet hivatalosan is, a Sajóbábonyi Pálinka verseny, és azt gondolnám, hogy ez egy olyan rangot ad a városnak, ennek a helynek, hogy büszke lehet rá. Kiemelte továbbá a magyar pálinka nemzeti jelentőségét. Én nem szeretem azt, hogy párlat. Tehát Magyarországon pálinkát főzünk,
és úgy gondolom, hogy a törvényi szabályozásoknál fogva is, és én ezt merem vállalni, és fölmerem vállalni bárhol és bármikor, nem párnatot iszunk, hanem pálinkát iszunk, és a magyarság, és ebbe beletartozik a Kárpát-medence, úgy az erdélyi rész, a hajdasági rész, a kárpátaljai rész, a sztoák rész, felvidéki rész, ahol ugyanannyi éve főzik a pálinkát, mint mi itt. Tehát azt gondolom, hogy ezt nem szabad szétválasztani. Törvényileg ugyan szét lehet, az Unióban szét lehet választani. Én úgy gondolom, hogy ebbe a környezetbe mi egymás között nem fogjuk szétválasztani, és én ezt valami is. Mindezek után bemutatta a 8 pálinka zsűri és egy pogácsa zsűri tagjait, és szakmai eligazítást tartott a bírálatok előtt. Kiöntőknek az a feladata, hogy elmegy a pálinka raktárba, a jelzett tételszámot, amit a zsűri elnök kikér, azért elmegy, letakarja egy kendővel, kihozza, először a zsűri elnöknek, utána az óramutató járásával, megegyezően, 1-es, 2-es, 3-as, stb. Zsűri tagnak. Nincs megtiltva, hogy a jegyző is megkóstolhatja természetesen. A pálinkáknak az értékelése az úgy történik, hogy volt egy értkezési sorszám, tehát aki elsőnek hozta első, és aki az utolsónak hozta, az a 300, nem tudom, anyadik. És akkor generáltunk egy olyan jellegű versenysorszámot, ami 1-től 100-ig, 201-től 300-ig, 301-től 400-ig, stb. És ez egy teljesen más sorszám. Tehát gyakorlatilag erről senki nem tud, hogy ki milyen pálinkával nevezett, tehát anonim a verseny, és igyekeztünk a legnagyobb anonimitást elvégezni a feladatainkba, hogy ez a végén majd a lehető legobjektív legyen, és mindenki megelégedésére szolgáljon. Mindenkinek akkor jó szórakozás, jó mulatást, jó kóstolást, meg minden jó. Találkozunk az eredményében. 15. pálinka találkozó és pogácsa sütőverseny van ma Sajóbábonyban. Mondhatom, hogy idáig szép számú nevezés érkezett, de nem volt ez mindig így. Polgármester úrnak milyen információi vannak a rendezvénnyel kapcsolatban a kezdetektől napjainkig? Sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit, köszönöm szépen. Nos, valóban így van, nem volt mindig ez így. A mai nap egy örömteli olyan szempontból, hogy a nevezések számát tekintve is rekordot ünnepelhetünk, hiszen meghaladja a nevezések száma a 300 darabot, és Orosz János a zsűri elnöke tájékoztatása szerint ez már jogszabályi szinten is feljogosítja arra a rendezvényünket, hogy regionális méretűvé avanzsáljuk. Valóban így van. Ugye 15 évvel ezelőtt nem ilyen céllal jött létre ez a rendezvény. Elsőként inkább a helyeket, a környébeli településen lévő élő embereket szerettük volna megszólítani, majd ez évről évre szerintem egyre jobban kinőtte magát, híre ment ennek a rendezvénynek. Az, hogy szakmailag is próbáljuk megadni a kellő alapot, hiszen olyan lovagrendeket hívunk meg a zsűrizés alkalmával, amelyek kellő szakmai alapot adnak annak, hogy komolyan vegyék a nevezők is ezt a versenyt. Úgyhogy átlagosan az volt a jellemző, hogy 100 és 150 körüli nevezés érkezett a versenyünkre, és az elmúlt 2-3 évben kezdett ez a szám folyamatosan felfelé tolódni, de még korábban arra sem volt példa, hogy a 200 darab nevezést elérjük, úgyhogy számunkra ez egy kellemes meglepetés. Én azt gondolom, hogy egy hosszú és tartalmas napot fognak majd eltölteni itt a zsűritagok. Milyen új területekről érkeztek nevezések? Nos, van egy olyan mondásom, ugye, hogy mindenki köthető Sajóbábonyhoz, vagy kötődik Sajóbábonyhoz, csak valaki még nem tud róla. Nos, most egy újabbat is a számra szoktam venni, hogy minden út Sajóbábonyba vezet, mert még itt ugye a reggeli órákban is lehetett nevezést leadni, és a Duna mellől is, tehát a Dunán túlról is érkeztek nevezések. Ezek már mindenképpen azt gondolom, hogy olyan elismerés jelent az itteni dolgozók, akár a szakmai, akár pedig a művelődéshez dolgozói részére, jól végzik a marketing munkát is, hiszen az, hogy ennek a rendezvénynek a híre ilyen messzire eljusson, ez csak egy hosszú folyamatnak lehetett az eredménye. Úgyhogy jellemzően természetesen az országon belül is szinte szertágazóan, minden megyéből érkezik majd, hogy nem, illetve a határon túlról is.
vagy mondhatnánk Nagy Magyarország területéről, hiszen Kárpátaljáról is, és korábbi években volt, hogy Erdélyből, Felvidékről is érkezett nevezés. Önök személy szerint is foglalkoznak pálinka főzéssel, és ha jól tudom, az elmúlt időszakban is neveztek egy-két nedűvel. Az idén történt ez nevezés. Igen, szeretjük mi is próbára tenni úgymond magunkat ilyen nevezések alkalmával, és én azt gondolom, hogy egyfajta kötelesség is, hogy mint polgármester, mint gyümölcsszerető emberek próbára tegyük magunkat. Az idejében is neveztünk, és hát bizakodva várjuk majd a zsűrinek a szakmai értékelését. Van egy különleges pálinka is, amelyet az idejében elsőként édesapám készített, ez a Nasfolyából. Nagyon kevesen ismerik talán, illetve a klasszikus Szilva is körte pálinkával is neveztünk. Sejhaj, macska, jaj, nincs több pál, lesz az a baj, leszedem a Szilvát a kosárba. Sejhaj, nagymama, de nagy a fa kanala, de nem kapja meg gombózba vagy legvárba. Az utolsó szemig mind lepárolom, a mulatása jó kedv, nem jó szárazom. Sejhaj, barátok, iszom egyet, marátok, gyertek el, mert buli lesz ma mi nálunk. Pálinka levele, hadd marjon az ereje, egyre szebbek körülöttünk a lányok. Pálinka szamata, a világ összes aranya, nem ér annyit, mint a legjobb barát. Ne hagyd ma inni, leszedem az almát a kosárba. Sejhaj, nagymuter, hiába is ütlegel, nem kapja meg pitibe vagy legvárba. Az utolsó darabig mind lepárolom, a mulatása jó kedv, nem jó szárazon. Sejhaj, barátok, iszom egyet, marátok, gyertek el, mert buli lesz ma mi nálunk. Pálinka levele, hadd marjon az ereje, egyre szebbek körülöttünk a lányok. Pálinka zamata, a világ összes aranya, nem ér annyit, mint a legjobb barát. A pálinka bírálat szünetében megpróbáltuk szóra bírni a zsűri elnököket, hogy megtudjunk néhány részletet a versennyel, illetve a nevezett mintákkal kapcsolatos tapasztalataikról. Horosz János vagyok, és az egyes számú zsűrinek a zsűri elnöke vagyok, illetve a csúcszsűrinek a zsűri elnöke vagyok, és mi a cseresznye, megy, őszi és kajszi barack pálinkákat, párlatokat bíráljuk. Mik az eddigi tapasztalatok, hiszen úgy tudom, hogy jelentős számú nedű érkezett az idén. Igen, tehát most rekordszámú mennyiségű párlat, pálinka érkezett a versenyre. Ez több mint 300, hogyha jól emlékszem, ilyen 302-3 körül van a mintaszám. A 15 év alatt gyakorlatilag a 200-at nem haladta meg, tehát a emlékeim szerint ilyen 191-2 volt 4-5 évvel ezelőtt. És hát ez most egy rekordszám. Mindenféle kategóriában érkeztek, tehát gyakorlatilag az egyes kategóriák, amik korábban is szerepeltek, azok híztak egy kicsit meg darabszámba, illetve hát ugye egy pár éve divat lett a zöldségekből való párlatnak a főzése is. Én azt gondolnám, hogy valahol a gasztronómiában meg lehet ennek is a helye, hiszen ha jól főzik és jól sikerül mindenféle mozzanata a pálinka párlat készítésnek, akkor azt gondolnám, hogy ezek is szerepelhetnek azokba az időszakokba, amikor különböző különlegességeket akarunk fogyasztani, és a különböző ételekhez úgy gondolom, hogy ugyanúgy különböző pálinkák, pálatok is illeszthetőek.
Hogyan történik a pálinkáknak az elbírálása? Most elsősorban a folyamatra lennék kíváncsi, attól kezdve, ahogy a versenyzők neveznek. Tehát úgy történik, hogy a benevezések, azok sorrendben, ahogy beérkeznek, kapnak egy sorszámot. Tehát az első nevező az elsőt, és az utolsó nevező az utolsó sorszámot fogja megkapni, és akkor kap egy versenysorszámot, ami kategóriánként százasával haladunk, tehát ez az almás termelésűeknél mondjuk az 1-től 100-ig, a csonthéjasok kapják a 101-től a 200-ig, a szőlők a 200, a 301-től a 400-ig, és a többi, tehát ilyennel, és ilyen véletlenszerűen kapja meg, tehát lehet, hogy a kettes sorszámú, ami beérkezett, annak a verseny sorszáma, mondok egy számot, lesz 611. Tehát természetesen erről senki nem fog értesülni, és az űri asztalok csak ezt a verseny sorszámot kapják meg, illetve azt kapják meg, hogy milyen fajtát fognak ugye kapni a zsűri asztalra. Tehát véletlenül sem név szerint kerülnek be a pálinkák a zsűrihez? Nincs. Tehát ugye ez csak a pálinka könyvbe ér össze a nevezési sorszámmal, a versenysorszámmal, és majd az oklevelekbe fog ez összeírni. És amikor beérkezett a pálinka a zsűrihez, onnantól kezdve a bírálás folyamata? Amikor beérkezik, először a zsűri elnök kapja meg a mintát, utána az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, stb. Zsűri tagok. Ez egy ilyen 2 centnyi körülbelül pálinka minta, 2-3 centnyi pálinka minta. Ezt először illatozással fogjuk megnézni, és ugye az illatozás előtt kisürgetjük a poharat. Ez azt jelenti, hogy az alkoholt megpróbálunk a lehető legtöbb alkoholt eltávolítani a pohárból, azért, hogy a gyümölcsösséget, illetve a karakterét, amiből főzték, arra jobban rá lehessen találni, és jobban kijöjjönek. Tehát ez egyébként az íz tisztaság, amit először nézünk. Utána az íz karaktert fogjuk nézni, tehát hogy mennyire jellemző ez a gyümölcsre, vagy a zöldségre, vagy a párlatra. Illetve ugye az első, az mindenképpen a technológiára utal, tehát az első szempont az, hogy illattisztaság, az a főzésnek a technológiájára, tehát és elsősorban az előpárlatnak a jelenlétére, tehát azt fogjuk észrevenni legelőször. Utána, hogyha megkóstoljuk, ott lesz az íztisztaság. Az íztisztaság szintén a technológiára vonatkozik, tehát itt általában az utópárlatot, ha valamilyen technológiai hiba van, akkor utópárlatot fogunk érezni, illetve azt fogjuk keresni, és akkor lesz egy íz karakter, aminél szintén az ízlelésben, hogy mennyire hosszan cseng annak a gyümölcsnek, vagy annak a zöldségnek, vagy amiből éppen főzték, gabona és minden egyéb más lehet, hogy mennyire hosszan cseng le az íze, és az egésznek a harmóniáját fogjuk a következő rubrikába pontozni, és akkor meg fogjuk kapni az összpontszámot, ami 0-tól 20-ig való terjedelembe osszuk szét, és ez azt jelenti, hogy 18-tól 20-ig ez aranyérmes lesz, és 2 pontjával haladunk lefelé, úgy ezüst, bronz és oklevél. És mivel ilyen szép számú nevezés érkezett a mai napon, mik az eddigi tapasztalatok, hogy más területekről is érkeztek be pálinkák, onnan, ahonnan idáig nem? Tehát itt most ugye határon túlról is érkeztek minták, ugye azzal is kell dolgoznunk, illetve az országnak nagyon sok területéről, tehát Szeged környékétől elkezdve Debrecen környékéig, Miskolctól, Mezőkövesdig, Cserépfalutól, Pest környékéig, a dunántúli résznek a Győr-Sopron részéből, Jásságból, hát nem is tudom, tehát nagyon sok helyről érkeztek minták, amivel dolgoznunk kell, illetve hát valamilyen eredményt majd fogunk kialakítani. Ön személy szerint foglalkozik pálinka főzéssel? Igen, tehát van magánfőzőm, én magánfőző vagyok, ugye ez a 100 literes űrtartalomig
lehet az embernek saját főzője, magánfőzője, és ugye 86 liter 50 fokos pálinkát állíthat elő ezzel a berendezéssel. Nekem egy hagyományos kisüsti főzdém van. Kedvenc íző pálinkája? Hát ez egy nehéz kérdés. Tulajdonképpen sok fajta. Szeretem a szőlőt, ezen belül a konkordi szőlőt, tehát ez egy kihaló félben lévő direkt termőfajta, ugye, ami Amerikából származik, ott Concordia néven, nálunk Concordi néven, tehát egy nagyon illatos kékszőlőfajta. Szeretem a medgyet, elsősorban az újfehértói fürtöst, nagyon kellemes tud lenni marcipános jellegével, behízelgő, finom illatával. Azt gondolnám, hogy helye van legalábbis nálam. Egy kajszi jó tud lenni, jó tud lenni. Úgy gondolom, hogy a vegyes pálinkák esetében is, hogyha találunk harmóniát, és itt vagy brendeléssel, vagy pedig cefrézéssel elő tudunk állítani egy olyan jellegű harmóniát, akkor akár egy vegyes pálinka is tud, és volt is már olyan versenyünk, ahol vegyes pálinka nyerte a legjobb pálinka címet. A mai nap folyamán az eddig bírált pálinkák közül volt-e olyan, amire azt mondta, hogy ez igen, ez finom, ez jó? Hát volt egy medgyünk, ami én úgy gondolom, hogy finom, jó volt, volt egy cseresznyénk, ami jó volt, és volt egy őszink is, ami azt gondolnám, hogy jó. Én a kettes számú zsűrűnek vagyok az elnöke, ahol szőlő és tőrkő pálinkák vannak. Túlnyomó többségben a szőlő pálinkák kerültek ebbe a bizottságba. És mik az eddigi tapasztalatok azok közül, amiket már sikerült elbírálni? A szőlőknek egy jelentős részén már túl vagyunk. Eddig azt kell, hogy elmondjam róla, hogy nagyon szép, nagyon kellemes pálinkák. Olyan pálinkák, aminek valójában van valamilyen technológiai problémája, még eddig nem igazán volt. Illatosak, fűszeresek, hosszú lecsengésű illattal rendelkeznek. Egy nagyon kellemes pálinkák jutottak hozzánk. Ön személy szerint foglalkozik-e pálinka főzéssel? Igen, én magam is foglalkozom pálinka főzéssel, magánfőző vagyok, és így ezáltal a Hordóvebnek a hobbinak készítek én is pálinkákat, igyekszem én is minél jobb pálinkákkal előállni. Esetleg a mai napon nevezette valamilyen ízű nedűvel? Nem neveztem. Kedvenc pálinkája? Én, nekem a pálinkák a szőlőnél kezdődnek. Dankó Róbert vagyok, a Magyar Pálinka Lovagrendből. Nagy Kállóból érkeztem, és a hármas számú zsűribe birs pálinkát bírálunk. 28 pálinkát kell minősítenünk. Most a felénél tartunk, és ez szünetet kellett elrendelni, mert az ember ízlelő bimbói elfáradnak. Ön személy szerint foglalkozik-e pálinka készítéssel? A pálinka két végletét foglalkozom, gyümölcstermesztéssel és a bírálattal. A főzést azt meghagyom a hozzám jobban értő szakembereknek. Mik a tapasztalatai, mint zsűri elnök a bírálás során? Tehát az elmúlt 10 évben, amióta én pálinka bírálattal foglalkozom, egy folyamatos fejlődésnek vagyunk tanulja. Egyre komolyabban a felkészültség a versenyekre, sokkal jobbak a pálinkák, az emberek igényesebbek és sokkal gondosabban készítik el a pálinkáikat, mint az elmúlt 10 évben. Én a 4-es számú zsűri elnöke vagyok, szilva pálinkákat bírálunk, mennyiségre szerencsére sokkal több jött be, mint tavaly vagy bármikor eddig, tehát ez magas rekord, és minőségre is szerencsére javuló tendenciát láthatunk. Mik az eddigi tapasztalatok, hiszen ez már a 15. alkalom itt Sajó Bábonyban a pálinka megmérettetése a gazdák szempontjából, hogy fejlődnek-e a gazdák a pálinka készítés szempontjából? Egyértelműen igen, tehát minőségben nagyon nagy javulást láthatunk, különösen az elmúlt években. Szerencsére itt a mennyiség a minőséggel párosul, tehát egyértelműen látható javulás és fejlődés. Úgyhogy a gazdák figyelembe veszik a javaslatainkat, tapasztalatainkat. Személy szerint foglalkozik-e pálinka készítéssel? Nekem gyümölcsösem nincs, de szoktam általában venni gyümölcsöt, és természetesen olyankor én cefrézem és főzetem a pálinkát, tehát foglalkozom vele, mint pálinka lovag. Mi a kedvenc ízű pálinkája? Nekem a szőlőpálinka a nagy kedvencem, de a szilvát is nagyon kedvelem, úgyhogy most ilyen szempontból szerencsés is vagyok, mert a úgymond munka a ketteléssel párosul. Az 5-ös számú zsűri elnöke vagyok. Erdei gyümölcsök, bogyósok vannak nálunk. Fél időben vagyunk most, és el lehet mondani, hogy nagyon szép
szebbnél szebb erdei gyümölcsel találkoztunk. Igaz, hogy van egy-két hibás, az mindig előfordul természetesen, vagy főzési hiba, vagy tárolási hiba, de úgy zömmel szépek a pálinkák. 15. alkalommal van Sajó Bábonyban pálinka verseny. Mik az eddigi tapasztalatok, hiszen ön a kezdetektől fogva zsűrizi a beérkezett nedüket fejlődés szempontjából? Köszönöm szépen, hogy emlékszik rá. Valóban az elsőtől kezdve talán egy kivételével nem voltam itt. Hát mind mennyiségileg, mind minőségileg sokkal jobb a mezőny. Most 300 pálinka, biztos tudnak róla, hogy 300 pálinka érkezett be. Korábbi években 200 körül, vagy 100, akár 100 alatt is, 100 felett, eleinte még 100 alatt volt, utána 100 felett ment át, most már 300. Hát remélem ez már sok, ez már túl sok azért bírálni ennyit. Óriási munka azért a zsűrinek. De hál' Istennek jó évjárat volt elmúlt évben, és szebbnél szebb pálinka. Ahogy kérdeztem a többieket is, egész szép pálinkák vannak. Ön személy szerint foglalkozik-e pálinka főzéssel? Igen, természetesen, hát nyilvánvaló, hogy pálinka rovagrend tagja vagyok én is. Általában körtét, szilvát szoktam. Tavaly szilva nem volt sajnos szilva termésem, körte is gyenge volt, tavaly almát. Mi a kedvenc ízű pálinkája? Hát nekem a szép pálinkák mindegyik tetszik. Az erdei gyümölcstől kezdve a körtéig, mindegyik, sőt, a maga törkő is egy szép aszutörkő, mindegyik szép. Kimondott szép nincsen, hát mint a magyar nótában van, aki azt mondja, van egy szép nótája. Hát ebben nekem több szép pálinka van. Hetes számú zsűrinek vagyok az elnöke. Erdei gyümölcsöktől kezdve a banán, a szeder, a málna, a dió, minden jelen van, és amellett vannak csantíjas gyümölcsök is. Rekordszámú nevezés érkezett a mai nap önöknek. Mennyi pálinkát kell ma elbírálniuk? 38 mintánk van ma. Mik az eddigi tapasztalatok? Annyira sokoldalú a gyümölcsök fajta miatti megközelítése a bírálat alkalmával, de idáig még gyengéknek mondható. Vannak kirívó, akik jó pálinkával rukkoltak elő, de még az átlag alatt van, mint amire számítottunk, illetve ami jellemző Sajó Bábonyra. Ön honnan érkezett, és foglalkozik-e személy szerint pálinka főzéssel? Én irodáról érkeztem, és foglalkozom vele. Igen, van 12 fajta pálinkám, ez mikor, milyen év van, milyen évjárat is, azzal kihasználom gyümölcsöktől függően. Esetleg a mai alkalomkor nevezette valamelyikkel? Nem hoztam most itt. Teljesen pártatlanként hoztam, de nem megmérettetésre, hanem utána majd az ismerősökkel, majd egy másik bírálat alkalmával kötetlenül megkóstolni. Én a 8. számú zsűrinek vagyok az elnöke, és körte és alma pálinkákat bírálunk. Igaz, van benne virsalma is, meg vilmos körte, de van egy kicsi főzési hiba is benne, van, ahol a cefrékkel is van egy pici bont, de aránylag elég jól, tehát nagyon kevés olyan pálinka volt, amik alacsony pontszámot ért el. Ön foglalkozik-e személy szerint pálinka főzéssel? Igen, foglalkozok, saját egyénileg főzök pálinkát odahaza. És hol van ez az odahaza? Tehát én Borsodszirákon, itt nem messze van ide, egy 10 kilométerre, ott van egy kis házi főzőm, és azzal főzögetek. Esetleg a mai versenyre nevezette valamilyen ízűnedőt? Nem neveztem, nem. Mi a kedvenc pálinkája? Hát én inkább a kajszi pálinkákat szeretem, de az almának se vagyok ellenére. Tehát is most sajnos pont úgy sikerült, hogy pont egy az almákat szeretem, és pont olyat sorsoltak nekem is bírálatra. Amúban sült pogácsa, most készült el meleg még, nem akárki csinálta, egy lány ki téged szeret rég. Én sütöttem, én ki téged szeretlek, s arra kérlek, ne menj el. Jól vigyázz, a farkasok majd megesznek, hát jobb lesz, ha velem lesz. Hamuban sült pogácsa, elvitte egy szép legény. Úgy elmennék utána, de minek hisz visszatér. Lambda, 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 lambda.
jöttem én, ki téged szeretlek, s arra kérlek, ne menj el. Jól vigyázz a farkasok, majd megesznek, hát jobb lesz, ha velem leszel. Hamuban sült pogácsa, sült pogácsa, elvitte egy szép legény, úgy elmennék utána, de minek hisz visszatér, de minek hisz visszatér. A mai napon 14 féle pogácsa és sajtos sütemény került megmérettetésre, nagyon változatos ízekben. Milyen szempontok alapján történik az ilyen vizsgálat? Részben illat, állag, íz, harmónia, ezek a szempontok, amiket figyelembe veszünk. Milyen a jó pogácsa? A jó pogácsát nagyon nehéz azért eldönteni, hiszen a szubjektív érzéseink is befolyásolják ezt, élményeink, akár a szülők, nagyszülők által sütött pogácsák, illetve a saját tapasztalatok. A zsűri igyekezett nagyon alapos és nagyon mélyen beható különböző tanulmányokat végezni a pogácsákon, szétszedtük akár lapjaira is ezeket a süteményeket, és így próbáltuk-e meg ezeket zsűrizni. Milyen módon kerültek díjazásra ezek a pogácsák, hiszen említette, hogy nem csak pogácsa, hanem pogácsa-szerű sütemények is voltak. Igen, ilyenkor azért nagy különbségeket nem teszünk közte. Itt el fog dőlni, hogy ki a sajóbábony pogácsája, illetve ki az, aki ezt megsütötte. Első, második és harmadik díjakat osztunk ki. Ilyenkor természetesen vegyesen lesz közte pogácsa is, és lesz közte sósütemény is. Ön milyen pogácsát szeret? Én igazándiból a sós pogácsáknál nagyon figyelek arra, hogy sós legyen, de ennek meg kell, hogy legyen a határa, és bár nem kedvencem nagyon a tepertős, de majd nagyon-nagyon finom tepertős pogácsát kóstoltam, úgyhogy lehet, hogy egyszer majd a kedvenceimé válik. Miután mind a 8 pálinka zsűri végzett a hozzákerült minták minősítésével, és kiválasztotta az általuk legjobbaknak ítélt nedüket, ezek a zsűri elnökökből verbuválódott úgynevezett csúcszűrihez kerültek, a végső sorrend felállítása végett. Az eredmény hirdetésre viszonylag sokat kellett várni, mivel ekkora mennyiségű adat feldolgozása időigényes feladat. Ez alatt az érdeklődők kínálkoztak, kóstolgattak és kötetlen beszélgetésekkel töltötték az időt. És végre valahára úgy gondolom, hogy az önök által leginkább várt pillanat következett el. Az eredmény értékelő ceremónián először Orbán Zsolt köszönte meg a nevezéseket és a résztvevők türelmét, majd dr. Szilva István polgármester szintén hangot adott köszönetének. Köszönetet tartozom mindenkinek, hogy bízott bennünk, és azt a bizalmat, hogy minket választott, illetve az itt lévő szakmai zsűrit. Ez egy nagy felelősség, mindenképpen azt gondolom, hogy a mai világban, amikor már szinte mindenki megpróbált legalább egyszer pálinkát főzni, és mégis úgy gondolja, hogy sajóbábonyt választja, nem más településre viszi, nem más rendezvényre hozzá, és köszönetjár a visszatérő vendégeinknek, hiszen számos ismerős arcot láthatok, és vannak minden évben új és új nevezők. Én azt gondolom, hogy ez egy sikeres rendezvény, mi ezt szeretnénk a jövőben is természetesen tovább vinni. Köszönet illeti a zsűri tagjait is.
illetve a segítő munkatársaimat is, mert azt gondolom, hogy ha ezt tavaly azt mondták volna nekem, hogy 300 körüli nevezés érkezik, akkor természetesen szó nélkül aláírom. Nem gondoltam volna még tegnap se, pedig már akkor is figyelmeztettek erre a nevezési számra, hogy valószínűleg össze fog jönni. De a BAN-tól nem kell félni, azt gondolom. Köszönöm szépen a türelmet és azt a fajta bizalmat, amit felénk tanúsítanak. Mi pedig ezt igyekszünk meghálálni a vendéglátással, a szeretetünkkel, és bízom benne, hogy jövőre is minket fognak választani. Mi akkor is sok szeretettel várunk mindenkit. És most pedig majd szeretnénk átadni a díjakat. Gratulálok mindenkinek, aki nevezett, és a díjazottaknak is. Köszönöm szépen! Orosz János, zsűrielnök először a Pogácsa versenyt értékelte. A 15. alkalommal rendezzük a Pogácsa versenyt is. Én úgy gondolom, hogy szép számmal és tudások legjavát adva neveztek a hölgyek, illetve hát előszokott az is fordulni, hogy egy-egy úri ember is beszokott nevezni a pogácsával vagy sósüteményével, amihez mindenképpen szeretnénk gratulálni, és szeretnénk gratulálni annak a sok nevezőnek, ami már előttem elhangzott. A versenyben 14 pogácsa érkezett, ebből egy darab első helyezett, egy darab második helyezett, egy darab harmadik helyezett, 10 darab oklevél, és Sajó Bábony pogácsája egy. Először a 10 darab oklevél került kiosztásra, majd a helyezést elért pogácsák készítői lettek díjazva. Harmadik helyezést ért el a zsűri döntése alapján Szilva Istvánné, második helyezést Ács Bertalanné, az első helyezést pedig Barta Lászlóné pogácsája ért el. És Sajó Bábony pogácsája a sósüteménye Tóth Károlyné. A pogácsák után a nevezett pálinkák elismerése következett. A 15. Sajó Bábonyi pálinka és pogácsasütő versenyen a 301 nevezett pálinka mintából oklevelet kapott 99, bronz elismerést 67, ezüst fokozatot 98, aranyminősítést 30, és a legmagasabb fokozatot, a nagy arany díjat 5 pálinka készítője kapta. Az év pálinkája elismerő címet Kisné Somjai Ildikó 2018-as pölöskei muskotájos szőlő pálinkája ért el. A Sajó Bábony város pálinkája rangot pedig Szilva István 2018-as naspolya pálinkája érdemelte ki a zsűri döntése alapján. Gratulálunk a díjazottaknak!